Innen jól megfigyelhető a fenséges és lenyűgöző, csodálatos anyukák sokfélesége. Van belőlük mindenféle, a színük és a méretük pedig eltérő lehet. Anya azt mondja, neki alma alkata van, Panna anyukájának körte. Panna meg a barátnőm lett, mindig együtt vártuk anyuikat, amíg ők aerobikoztak kisebb csoportokban harcolva a tükörben lévő alkatuk ellen. Szóval, amíg ők egy órát ugrabugrálnak, addig nekünk végre nyugtunk van, tudunk kicsit beszélgetni. Panna nagyon okos. Sajnos az idegeinkben az ingerek olyan gyorsan mennek, mint a leges-leggyorsabb versenyautó, de a hallásunk egész életünkben romlik. Az öregedésünk pedig olyan, mint a fény másolás. Egyre kevésbé tökéletesen újulunk meg. Panna kaliba a haja, de Panni szerint felnőtt korunkra legalább 6 méter lenne a hajunk, ha sose isszantanák le. De azzal nem lehetne rendesen aerobikozni. Sok-sok friss levegőre van szükségünk. A tüdőn kiterített légzőfelülete akkora, mint egy teniszpálya. Még a hercegnők is, csak a mesékben nem szokott a tüdejük kilátszani. A szerveink nagy békességben vannak kis helyen. A tüdők ölelésében dobog a szívünk, így keringetve az erekben a vért. Ha akarnám, akkor pusztán az érhálózaton felhasználásával el tudnék érni a holdig. A felnőttek érhálózata pedig 2,5-szer körbeérni a földet. A bajok ott kezdődnek, ha a kiterítés után vissza akarjuk pakolni a testrészeinket. Mert ugye nem elég, hogy össze kell szedni azt az érrendszert, az Afrikától az Amazonasig, utána le is kell tisztítani a rátapott állatokat, kőzeteket, meg visszatömni. Amikor anyuék kijönnek az aerobikról, olyankor mindig azt hiszik, hogy elcsaptuk valamivel a hasunkat, olyan arcot vágunk. Pedig mi legtöbbször csak a fenséges és lenyűgöző, csodálatos emberi testről gondolkodunk.